A külön-külön és közösen előadott dalok nagy sikert arattak, a templomot teljesen megtöltő közönség körében. A koncert első felében adventi, a folytatásban pedig karácsonyi dallamok csendültek fel. A két kórus közösen is készült erre a fellépésre. Tehát nem könnyű összehozni, mert a kicsi gyereknek más a figyelme, más a hangszíne, elbámészkodik egy picit, elfeledkezik, ugye. A felnőttek azon jobb a koncentrációjuk, szóval a gyerekeknek a csilingelő hangocskája felfrissíti a rendezvény mindig. A koncerten Danyi Zsuzsanna a Kantilena énekese tolmácsolásában két alkalmi verset is hallhatott a közönség. Gyűlnek is a pásztorok, igazodik száztorok édes énekedve. Zongorán közreműködött Bús Acsimcsev Judit zenetanárnő is, akinek nem ez volt az első fellépése a Kantilena kamarakórussal. Először júniusban történt ilyen eset, amikor ugye a nyár elején szintén lezárták azt a tavaszi szezont, és akkor volt egy hangversenyük a Városháza dísztermében, akkor kísértem őket, és most úgy látszik, hogy ez most már hagyományá válik. A Kantilena kamarakórus egy hasonló közös fellépéssel karácsonykor viszonozza majd a Királyhalmi Gyermekkórus vendégszereplését.